A bajnokság 17. fordulójában ideiglenes otthonában Máté Szalkán fogadta a Kisvárdát a Nyírbátor, és a 38-29-es győzelem azt jelentette, hogy három fordulóval a zárás előtt behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán a Csapos János által irányított együttes. A 31 pontos NBSC TVP-t 24 ponttal követi a Füzesabony, így a Nyírbátor már a bajnoki címet ünnepelhette a találkozót követően. Természetesen nagyon örültünk, hát mi mást is tehettünk volna. Az örömbe egy kis üröm is vegyült, hogy ezt nem hazai pályán ünnepelhettük meg, hiszen mint köztudott ebben a szezonban, ami ilyen céllal indult, hogy nyerjük meg a bajnokságot, a legnehezebb szezon tudhatjuk magunk után, hiszen egyetlen egy mérkőzés sem játszottunk hazai pályán. A hazai pályánk Máté Szalka volt, aki befogadott bennünket mérkőzések, illetve edzések tekintetében. Azt már nem is részletezem, hogy az edzések azok minden este 8 órakor veszik kezdetét. Azt már nem is ecsetelem, hogy az őszi szezonban 3 edzésünkre volt lehetőség. Ezt tavasszal ki tudtuk egészíteni 4 alkalomra, de az, hogy este 8-kor kezdjen el edzeni valaki, és 9:30-kor fejezi be, és utána hazaindul, és másnap tanul, dolgozik, stb. Ezt nem kell ecsetelnem, hogy mennyire megnehezítette a dolgot. A bajnoki címmel a szezon előtt kitűzött egyik célt már elérte a Nyírbátor, a másik cél a feljutás. Mivel a bajnoki rendszert átszervezik, a 6 NB2-es csoport 2 legjobb mutatóval záró bajnoka jut fel egyeneságon az NB1-B-be, a másik 4 osztályozót játszik. A Nyírbátornak már van egy veresége és egy döntetlenje, így attól függ a sorsa, hogyan zárnak a többiek. A 6 csoport éllovasai közül egyedül már csak a délkeleten első Törökszent Miklós 100%-os. Aki a sportban járatos, mindenki tudja, hogy 100%-osan bármilyen bajnokságot nagyon nehéz megnyerni. Hát nekünk sem sikerült sajnos, pedig akkor megkönnyítettük volna a dolgunkat. Ugye ősszel becsúszott egy kisvárdai vereség, ami azt mondom, hogy minden csapat foghat ki egy rossz napot. Na ez az a rossz nap volt, amit például a múlt heti Kisvárda fölénye, hazai pályán kisvárdai csapatnak a fölényes legyőzése volt. Illetve hát ebben a tavaszi szezonban a jelenleg második helyezett, tehát ott is ott lehet hagyni egy pontot, Füzesabonyban hagytunk ott egy pontot. Az még bosszantóbb, hogy ez a Füzesabonyi egy pontot hagyása a második fél idő közepén 6 gólos vezetésünkről történt, de hát elfogadjuk. Azért az nagyon szép eredmény, hogy a bajnokság vége felé közeledve, 3 mérkőzésünk van hátra, eddig 3 pontot veszített csak a csapat. A Nyírbátor a hátralévő 3 meccsen a Berettyó Újfalu és a Hajdúnánás ellen otthon, valamint idegenben a Nádudvar ellen lép pályára. Mindhárom találkozón a lehető legnagyobb különbségű győzelem megszerzése a cél.